Sziasztok! Köszöntelek benneteket, én Kureszt vagyok, és ez az első saját YouTube videóm, amelyben egy élménybeszámolót fogok nektek mesélni a Magyarország-Horvátország labdarúgó Európa bajnoki selejtezőn, amit személyesen tekinthettem meg a Grupama arénában. Na, megérkeztünk Budapestre. Itt vagyunk most már a mérkőzésen. És erről szeretnék nektek egy rövid kis összefoglaló, elemző videót csinálni néhány háttérinformációval. Remélem, hogy tetszeni fog. Első videóm lévén nyilván lesznek benne hibák, hiányosságok, de én igyekezni fogok. Nem adod fel! Ugye az Európa bajnoki selejtezőknél járunk már. Előtte ugye a Nemzetek Ligájában a görögökkel, az észtekkel és a finnekkel voltunk egy csoportban, ahol hát a második helyen végeztünk a csoportban, és így nem sikerült kiharcolni az Európa bajnoki kijutást. Így aztán az Európa bajnoki selejtezőkben kell majd bizonyítanunk Marco Rossi szövetségi kapitánnyal. Gentlemen, the king! Hát Rossiról azért érdemes tudni, hogy most már ugye van elég komoly magyar rutinja, ugye idejött a Honvédhoz, Hemingway mester hívására, és hát az első korszak az nem sikerült annyira jól, és hamar meg is váltak tőle. Majd visszahívták, és hát annyira sikerült neki gatyába rázni ezt a földön fetrengő Honvédot, hogy azonnal bajnokságot nyert velük. A Honvéddal szerzett bajnoki címe után Rossi mester egyből lemondott és távozott, nem is olyan messzire, Felvidékre a Dunaszerdahely csapatához, ahol egy szezon töltött el és dobogóra vezette a felvidéki magyar csapatot. Ezt követően azonban ott is lemondott, még a nyár folyamán, és Csányi Sándor hívására George Lakenst váltotta, aki hát finoman szóval sem váltotta meg a világot a magyar válogatott élén. 20. Snell. Ugye nem volt sok ideje gatyába ráznia ezt a hát elég gyengén szereplő magyar válogatottat, hiszen nem volt felkészülési mérkőzés a lehetősége, rögtön a Nemzetek Ligájában kellett bizonyítania, elsőként mindjárt a finnek ellen, ahol hát nem sikerült annyira jól a debütálás. A Nemzetek Ligájában végül 3 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereséggel végeztünk, ami a második helyet jelentette a csoportban, így azt jelentette, hogy nem sikerül kijutnunk az Európa-bajnokságra ezen a sorozaton keresztül. Maradt az Európa-bajnoki selejtező sorozat, ahol hát a sorsolás után foghattuk a fejünket rendesen, hiszen Azerbajdzsán, Wales, Szlovákia és Horvátország hát messze nem a legkönnyebb csoport. Ó, a faszomat azt! Ugye az első meccsünk már is kint Nagyszombaton, Szlovákiában került sor a szlovák válogatott ellen. Hát elég keményen készültek a magyarok erre a mérkőzésre, hogy most megmutatjuk a szlovákoknak, hogy mi mekkora királyok vagyunk. Hát nem sikerült. Krusznyáktól még egyet, rajta gól! Ondrej Duda góljával megszerzi a vezetést Szlovákia a 42. perc végén. Nem lövi el, okosabb annál. Most lövi el gól! Mégiscsak ellőtte. Igazából ezen a meccsen az eredményen kívül nagyon én nem is éreztem okot az aggodalomra a csapatjátékát illetően, nem játszottunk szerintem annyira alárendelt szerepet, és nem is voltunk rosszabbak sokkal, mint a szlovákok. Egyszerűen annyi a különbség, hogy a szlovákoknál van egy Hámsik, aki hát elég sok mindent letett már az asztalra Szíriában. Illetve van egy Duda, aki a Hertában pali alatt játszik. Ami azonban nagy örömre adott okot, hogy debütált a válogatottban ezen a mérkőzésen a magyar futball következő nagy reménysége. A találkozó kevés pozitívumainak egyike az alig 18 esztendős Szoboszlai Dominik bemutatkozása volt a válogatottban, aki a második félidőre lendületet hozott a csapatjátékába. Jól is játszott Dominik, látszódott, hogy nem illetődött meg a lehetőségtől, próbálkozott, amivel csak tudott. Igazából nem rajta múlt ez a vereség. Csalódott is vagyok, hogy nem tudtunk nyerni, dühös is vagyok, hogy nem tudtunk nyerni, de viszont örülök, hogy bemutatkoztam. Ugye a mérkőzés után természetesen a magyar szurkolók egyből nekiestek a válogatottnak, és Marco Rossinak is
hogy ez egy egyszerűen ez egy nulla volt, amit csináltunk, és hát ennek Szalai Ádám is hangot adott. Nem azt kell nézni, hogy melyik az értékesebb csapat, hanem egyszerűen a taktikai felkészültség a két csapat között az maximálisan megmutatkozott. Ugye ezután következett a horvátok elleni hazai mérkőzés, a VB második Horvátország ellen. Én bevallom őszintén, olasz drukker vagyok, de a világbajnokságra ugye hát elég tragikus módon nem jutott ki a Ventura vezette csapat. És mivel nem voltak ott az olaszok, ezért csak kellett egy csapatot magamnak választani, és én a horvátokra voksoltam, nagyon szimpatikus játékosok alkották azt a keretet. Luka Modric! Perisic! Mandzukic! Mandzukic! A horvátok igazából a legjobb keretükkel jöttek ide Magyarországra. Itt volt Rakitic, Modric, Perisic, Vida, Rebic, tehát az összes olyan játékos, akik még válogatott kerettagok és részt vettek a tavalyi világbajnokságon. Ugye mi körülbelül a mérkőzés előtt egy 3-4 órával értünk oda a stadion elé. Úgy gondoltunk, hogy hát miért ne hangolódjunk, mi is beültünk egy stadion melletti kis kocsmába. Igazából nem volt érezhető az, hogy a szlovákok ellen mi kikaptunk, és hogy most itt semmi esélyünk nincsen. A szurkolók ugyanolyan lelkesedéssel álltak hozzá ehhez a meccshez, mint a nagy szombati kirándulásnak. Bementünk a stadionba, és hát úgy gondoltuk, hogy ott is iszunk valamit, de hát aztán megláttuk az árlapot. Mi a büdös fasz? A fantasztikus büfés élményeink után elindultunk befelé a lelátóra, és hát ránéztünk a gyepre, és... Esküszöm neked, egy rossz megye egyes csapatban több fű van a pályán a kapu előtt, mint itt. Ezzel kell majd kulácsinak ugrálni. A helyünk a Grupa Marina B középjében a Kárpátián Brigád között volt, tehát így részt vehettünk abban a fantasztikus koreográfiában, amit a fiúk tiszteletére ismét készítettek a srácok. Már a mérkőzés előtt is volt okunk ünnepelni, hiszen Dzsudzsák Balázs 100. alkalommal léphetett pályára a magyar címeres mezben. Dzsudzsák Balázs 100-szor a válogatottban, és miután ez kiderült a mérkőzést megelőzően, így aztán Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke már most köszöntheti Dzsudzsák Balázst. Ugye a horvátok az első Európa-bajnoki selejtezőjükön otthon játszottak Azerbajdzsán ellen, és hát igen nehézkesen sikerült végül csak nyerniük. Azonban mi továbbra is úgy gondoltuk, hogy egy döntetlennel, akár egy gól nélküli döntetlennel mi már nagyon elégedettek lennénk a mérkőzés végén, a szlovák meccs fényében. Hát hamar eldőlt, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű. Modric még, be középre, ott a gólhelyzet, ez les volt ám így, nem? Ezek szerint nem. Igazából nem látszódott az a meccsen, hogy a horvátok annyira lefociznának minket. Igaz, inkább náluk volt a labda, és inkább a mi kapunk előtt folyt a játék, de azért voltak ígéretes helyzeteink, és hát Balázs megjött, nagyszerű paszt adott, és hát Szalai. Dzsudzsák. Szalai, jó labdát kap. Szalai lő! Gól! 1-1! Ott van! Éltettük a csapatot, hogy a horvátok innentől kezdve egy nagyobb sebességi fokozatra fognak kapcsolni,
de kijöttek, és igazából ugyanazt játszották, amit eddig. Tilitoli, alibi foci, Modricnak gyakorlatilag szerintem évek óta nem volt ilyen rossz meccse a horvát válogatottban, és azt éreztük, hogy akár ez még meg is lehet. Elnézést, asztrológus! És hát ugye sokáig a második fél is úgy folyt, mint az első, a horvátok a mi térfelünkön járatták a labdát. Azonban egy kontratámadás végén eljutottunk egy szöglethez. Dzsudzsák! Fejes! És gól! És gól! 2-1! Pátkai a gólszerző! Ugye Pátkai Máténak ez volt a 19. meccse a válogatottban, és most szerezte meg az első gólját a csapatban. Hát lehető legjobb pillanatban, mondhatjuk így. 2 méteres kapus nem jön ki ezért a labdáért! Így jön Pátkai Máté! Igazából ott a szögletnél, mi az első fejesnél azt hittük, hogy majd egy újabb szöglet vagy egy kirúgás fog következni, mert nem tűnt jónak az a fejes. De aztán láttuk, hogy se a védő, se Kalinic nem mozdul, Pátkai pedig jön és robbant. Mi van? És hát Pátkainak annyira bejött ez a meccseket eldöntő szerep, hogy ezt 4 nappal később a videótomban is megmutatta. Hadzsic, ott a gólhelyzet, még ez a csel is jó, kapufa, és aztán gól. Pátkai! 2-1 a Molvidi javára. Ugye a meccs hátralevő részében már több gól nem született, illetve nekünk volt még egy óriási nagy lehetőségünk, de abból nem született gól. Kalmár megy oda! Kalmár még! Gól! Most van bent, nincs bent, most sincs! Tehát akkor nem gól, ha nincs bent. Na majd! Pátkai még! Hát hogy jött az ki onnan? Dzsudzsák! Már lefújták. És hát a győzelem kapcsán megint felvetődött az a kérdés a szurkolókban és a médiában is, hogy újra van-e magyar foci, megint van esélyünk kijutni esetleg az EB-re, és ott is egy maradandót alkotni akár csak 3 évvel ezelőtt. Hát ennek kapcsán szerintem pont Pátkai Máté volt, aki a legjobb választotta. Nem szeretném túlértékelni ezt a dolgot, tehát Magyarországon sajnos hajlamosak a játékosok, szurkolók, újságírók hol túlértékelni egy-egy sikert, hol pedig alulértékelni egy-egy másik rosszabb teljesítményt. Én nem szeretnék ebbe a hibába esni. Ami nekem még nagyon szimpatikus volt a horvátokkal kapcsolatban, hogy ők abszolút helyén kezelték ezt a vereséget, elismerték, hogy ezen az estén mi jobban játszottunk, ők pedig sokkal gyengében annál, amit tudnak. A magyar szurkolók, ahogyan az már tőlünk megszokás, fantasztikus hangulatot teremtettünk. Én szerintem a 4.-5. válogatott meccsem volt ez a grupamában, de ekkora hangulatot és ekkora örömmámort én még nem éreztem személyesen a stadionban. Én a magam részéről ennyit szerettem volna mondani a horvát meccsről és annak előzményeiről, illetve hátteréről. Én csak arra tudok buzdítani mindenkit azután a meccs után, hogy mindenképpen legyen ott a júniusi Velsz elleni mérkőzésem, vagy nézze a tévében. Szerintem nem fogunk csalódni, ez a rossz csapat tényleg biztatóan játszik. Azt nem mondom, hogy biztos, hogy kijutunk az EB-re, de abban egészen biztos vagyok, hogy a srácok mindent meg fognak tenni. Én köszönöm a figyelmeteket, remélem jól éreztétek magatokat, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok föl, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!